Jövő év áprilisáig minden megyének el kell készítenie saját klímastratégiáját. Emlékezhetnek rá, ebben a műsorban már beszámoltunk korábban erről a témáról. A kezdeményezésnek az a célja, hogy helyi szinten is csökkenthetők legyenek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai. A globális felmelegedés szemléletváltást kíván a fenntartható fejlődésért. A társadalomnak együtt kell tennie. A hazai klímapolitikában prioritás az energiahordozók, a víz ésszerűbb és gazdaságosabb felhasználása, a káros gázok kibocsátásának visszaszorítása és a tudatos fogyasztás népszerűsítése. Az éghajlat stratégiában feltérképezik annak lehetőségeit is, hogyan lehet alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, hogyan lehetne természeti erőforrásainkat megvédeni és a sérülékeny ágazatokban innovatívan beruházni. A beruházásokat a gazdaság szereplőinek és az államnak is támogatnia kell. Folyamatosan felmerül a kérdés, hol érhető tetten a klímaváltozás, mennyire jelent veszélyt egy olyan kis országra, mint Magyarország. Az agráriumban már érzik az éghajlati tényezők változásait, kiszámíthatatlanságát. A természeti csapások, az asszály, a vízhiány is a felborult egyensúly jelei. A klímaplatformok a helyi adottságokra fókuszálnak és helyben keresnek megoldásokat ezekre a kérdésekre. A megyei platformok a társadalom széles spektrumát ölelik át, projektjeik irányt mutatnak és szemléletet is formálnak a fenntartható fejlődésért. A környezeti és energiahatékonysági operatív programban 1100 milliárd forint, megyénként 30 millió áll rendelkezésre a megyei klímastratégiák megalkotására 2018. áprilisáig. Vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Kozma Angélát, a megyei éghajlatváltozási platform titkárát, és Sesztál Koszkárt, a Szabadszatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökét. Októberre egyeztethetővé válik ez a bizonyos program, amit ugye 2018 áprilisáig kell a megyéknek elkészíteni és elfogadtatni a szervezetekkel. Ez a program hol tart? Ennek a társadalmasítása hogyan történik meg? A megyei klímastratégia kidolgozása ugye még most folyamatban van, ehhez kapcsolódóan platformüléseket szervezünk. A platformtagok száma folyamatosan bővülni fog, tehát igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni a stratégia főbb elemeit is. Most a turisztika és a közgazdaság, illetve a klímavédelem témakörében lesznek platformüléseink. Októberre már várhatóan lesz egy egyeztetési változat, ami már egy kiindulási alapként szolgálhat a végleges stratégia elfogadásához. Kellőképpen megakadtam itt az elején, mert hogy ebben a szervezetben nem csak az önkormányzat, illetve nem az önkormányzat és testülete vesz részt, hanem különböző szervezetek a gazdasági szférából, illetve a környezetvédelemmel érintett ágazatokból. Hogyan állt össze ez a platform? A platformban vannak civil szervezetek is, ugye erről egész keveset beszélünk, de nagyon fontos szereplők ők is, hiszen a helyi lakosságnak a érdekeinek az érdekérvényesítése az így tud leginkább megjelenni ezen a fórumon keresztül. Emellett ugye a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a megyei képviselője, a Nemzeti Pedagógus Karnak a képviselője is részt vesz a munkában, illetve a Nyíregyházi Egyetemmel is szorosan együttműködünk a stratégia kidolgozása érdekében. A Nyíregyházi Egyetemmel nem is véletlenül, hiszen ott komoly kutatások folynak a klímaváltozással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan. Több olyan problémára rávilágítanak ezek a kutatások, amelyek bizonyos ágazatokat, gazdasági ágazatokat érintenek, és bizonyos gazdasági ágazatok kárt szenvednek, amiatt, hogy ez a klímaváltozás fennáll, és a megelőzésben lehetne tenni. Milyen területen, elnök úr? Hát elsősorban mindenkinek a mezőgazdaság jut eszébe, hogyha a klímaváltozás hatásairól beszélünk, hogy a jégkár, a szélsőséges időjárási jelenségek, az aszály, illetve a túl sok eső, belvízes területek ugye jelentős mértékben vannak a megyében. Ezek hogyan érintik a mezőgazdálkodást? A megye gazdaságában nagyon fontos szerepet, különösen foglalkoztatásban nagyon fontos szerepet tölt be ez az ágazat, de beszélhetnénk akár a turizmusról is, amely hát különösképpen, hogyha negatív időjárás előjelzéseket hallanak, akkor talán kevésbé bátrak a turisták is, hogy elinduljanak felfedezni egy-egy régióját, egy megyéjét az országnak. Fontos, hogy ezeket a szereplőket felkészítsük, hogy részt vegyenek a platform kidolgozásában. Nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak egy-egy platform eseményről, akár egy workshopról, vagy hogyha beszélgetünk
különböző szereplőkkel, és igenis készülnek erre az ügyre, hiszen olyan innovatív megoldásokat is tapasztalhatunk éppen. A nyár elején, illetve késő tavasszal voltam egy olyan eseményen, amely egy megyei mezőgazdasági vállalkozás éppen norvég alapos források segítségével gázt vált ki, mert hogy a pejvával fűti azt a berendezését, amivel a gabonát szárítja. Tehát ez is jelentős mértékben hozzájárul mondjuk ez a feladatnak a végrehajtásához, és a többi gabonaszárítóját is felszereli ezzel az innovatív létesítménnyel, és remélhetőleg Magyarországon és Közép-Európában is ezt a technológiát el tudják terjeszteni. Ennek a projektnek az a célja, hogy minél több környezettudatos települést hozzanak létre, vagy minél több település környezettudatossá váljon. Ez a koncepció, ami most legkésőbb 2018 áprilisára megszületik és elkészül, hogyan fogja segíteni a helyi közösségeket, a településeket, és hát tulajdonképpen gazdaság szereplőit is. Egyfajta úti tervet, itinert állítunk össze, hogy milyen olyan feladatok vannak, amelyek adaptálhatók egy-egy településre. Nyilván nem minden, ami a mi ajánlásunkban szerepel, nem biztos, hogy minden ügy alkalmazható egy-egy településre. Ugye nagyon fontos, vagy nagyon lényeges ilyen szempontból a település mérete, hogy milyen nagyságú településről van szó, vízparton fekszik, vagy homokhátságon fekszik, tehát ezeket nyilván adaptálni kell az egyes települések szintjére, de én azt gondolom, minél kisebb közösségi szintre el kell jutnunk, ki kell dolgoznia minden egyes közösségnek, legalább települési szinten ezeket a stratégiákat. Milyen elemeket tartalmaz ez a program a megvalósítás szintjén? Megvalósítás során számos rendezvény megszervezése folyamatban van, illetve már három workshopunk meg is valósult. Ugye Nyíregyházán volt az első február 23-án, illetve Baktalórendházán és Mátészalkán valósítottunk meg workshopot eddig. A későbbiekben több településen, itt Tiszavasváriban, Vásárosnaményben, Kisvárdán is lesznek workshopok. Emellett szemléletformálási akciók keretében online rajzpályázat, illetve interaktív kitelepülésre is sor fog kerülni. Ugye ezeken a rendezvényeken a klímaváltozás negatív hatásairól is beszélnek. Milyen témákban, illetve mi érdekli a közönséget? Tehát a közönséget inkább a helyi, tehát a mindennapi életben a takarékossági intézkedések esetleg, hogy mit tudnak tenni, hogy ők is hozzájáruljanak a klímaváltozás negatív hatásainak a kivédéséhez, és ebben próbálunk ilyen lakossági praktikákat is bemutatni, illetve segítséget nyújtani. Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban is vannak érdeklődések, és az ilyen bemutató eszközöket is fogunk szemléltetni a workshopokon. Ebben a programban a megyei önkormányzatnak van-e konzorciumi partnere, és hogyan történik az együttműködés a partnerekkel? Igen, az Integráció Minőségi Fejlesztését Alapítvánnyal szorosan együttműködünk, így a rendezvények szervezésében is nagy segítségünkre vannak. Közösen valósítjuk meg ezeket a workshopokat, illetve szemléletformálási akciókat. Emellett a Klímabarát Települések Szövetsége az, aki koordinálja a projektet, tehát ők dolgozták ki a módszertani anyagot a stratégia elkészítéséhez. Miből áll ez a módszertan? Mire épül ez a módszertan? A módszertani anyagnak van helyzetelemző munkarésze is, tehát minden megyének fel kell térképezni a helyi adottságokat, és ehhez kell igazítania magát a stratégia elkészítését is. Tehát ez egyfajta iránytű a helyi közösségek számára is. Elnök úr, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a fejlesztési programjában szerepel a zöld megye stratégia. Mit jelent ez, mit akar ez a program? A hulladéktársulási elnök, a megyei hulladékos társulási elnökeként is tudok erről beszélni, ezt a fajta programot is zöld megyéről neveztük el, vagy ezt a célt fogalmaztuk meg. A hulladékok kezelésének minél teljesebb módját valósítjuk meg. Elbírálás alatt van, illetve elbírálásra került egy 6,7 milliárd forintos uniós programájám, amely ezen a területen jelentős eredményeket fog hozni. Olyan fajta válogató berendezések kerülnek beszerzésre, további gyűjtőedényzet kerül beszerzésre, amely a hulladékok minél szekventáltabb gyűjtését irányozza, és aztán feldolgozását is. Feldolgozással is kapcsolatban is fogalmaztunk meg célokat, biogáz,
energetikai célú hasznosítás, és remélhetőleg a következő években ebben is tovább tudunk lépni. Én elsősorban a hulladékgazdálkodásban látom a saját cselekvési lehetőségeinket, megyei önkormányzatét, illetve az a saját cselekvési lehetőségeimet is. Illetve hát egy szempontra azért még felhívnám a hallgatók, nézők figyelmét, amiről talán kevesebbet beszélünk, de remélem a stratégiában hangsúlyosan meg is tudjuk jeleníteni, a kevesebb fogyasztás. Tehát ez egy olyan eszköz az emberek kezében, amelyel igenis hatékonyan tudnak tenni, hogy nem vásároznak felesleges dolgokat. Tehát ez számunkra Közép-Kelet-Európában, akik nem éltük át azokat a fogyasztói társadalmi idézőjelben örömöket, amiket nálunk nyugatabbra elértek, ez talán furcsán hangzik, ugyanakkor viszont be kell látnunk, hogy az emberi boldogságnak, az emberi élet kiteljesedésének nem az a egyetlen eszköze, hogyha megvásároljuk a következő dzsippet, amely minél drágább, hogy a szomszédok ezen megpukkadjanak. Tehát van igenis az ember kezébe is olyan fajta lehetőség, amivel tud tenni, igenis hatékonyan, mondjuk a saját maga területén, hogyha szerényebben, slow módon élünk, étkezünk, fogyasztunk. Igen, de ez már nem csak klímaváltozás és természetvédelem, környezetvédelem, hanem ez a fenntarthatóság, ami ugye attól több. Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk. Köszönjük szépen.